Na most mit csinálsz te is? Itt összepakolottam, mert este egy kicsit táncúrvó. Otthon meg a család rettegésben van, te meg itt éled a aglegény életedet, te, mert mindjárt megvaglak. Ti nem győzi, meg győzi, mi volt a randi? Tegnap rendezvúra mentél. Milyen randi? Randira jártam, mert mindjárt megvaglak. Ne érzékedjetek ma! Ha milyen randira jártam? De ne kavárja ma! Na, milyen randira jártam? Én no. Hogy mi volt a randi? Mi van, te mondjam ma el? No, mi volt a randi? Mi között volt, hogy mi volt a randi? Jó van, na, mondom el, hogy mi volt a randi, no. Azt a mindenit, én úgy érzem, hogy mióta itt szingli vagyok, a fiatal raklik fest fütyülésznek, SMS-eket küldöznek, és adnak nekem egy nagy önbizalmat, egy nagy egoizmust. Mi volt a randi? Ha jó volt. Jó volt, ennyi. Nem mondok semmit. Figyelj, majd a csaj lekoccolt. Most még itt koccolt le. Nem koccolt le. Azért lehet ennyire, valami nem stimmel. Mi van, nem, nagyon. Na, arra takar majd most ma tényleg haza. Jaj, Zsolti, nem vagyok. Nem kell ezt mondani senkinek. Szegény be, meg majd így kiródik vele. Hát voltam odalent nála tegnap. Meg van csappanva tiszta arra. Ki van meg csappanva? Bea, Bea. Mi jó is tett neki ez a szakítós akkor? Akkor le vagy kocsolva. A francia nőnek se kellett így. Nem nagyon tetszik nekem a hozzáállás a győzőnek, hogy most ő a fiatal lányoknak, hogy ő kelletti magát. Ha jól mondja a lavajba, hogy 20 évesnek érzi magát, és most teljes mértékben az van az agyába, hogy ő fiatal, a csajok előtt rázza magát. De Raklinak nem kellett, te megcsináltad a mama hollywoodi mosolyt. Hogy nem kellett? Megyünk hollywoodi mosolyt csináltatni. Hollywoodi mosolyt? Te hinyem, milyen az? Nem tudod, hogy milyen a hollywoodi mosolyt, kicsit? Milyen? Azt te akarsz hollywoodi lenni? De mi ez a hollywoodi mosolyt? Nem, mondd ki utalam, hollywoodi. Na jó, ne szórakozzam, de mindenki neked a hollywoodi mosolyt. Azért Zsolti, mert 20 éves vagyok. Jó, hogy Maki nem vereti a fogait. Most miért kellett mi nekünk ide jönni? Azért tudja, amit kérdezni. Olvasó van a nyakadban. Hát jó helyen van az ott. Olvasó van a nyakadban. Neked ne azért nincsen. Hát én nem tudom, mi lesz ebben a gyerek. Zsolti, ne beszéljetek ma, jó? Fogorvosi rendelőben vagyunk. No, nem tudtok beszélni róla. Ide jöttünk győző. És akkor? Ne haragudja. 20 éves lányod van, te meg magadat, a fogadat csináltad. Nem az a fogadat, fogam... Zsolti, nem. Hollywoodi mosolyom lesz. Figyelj, ez azt jelenti, hogy ha mosolyogni fogok, szebbek lesznek a fogai. Igen, igen, de figyelj majd el, most neked ez a legfőbb probléma. Az. Hogy neked hollywoodi mosolyod legyen. Igen. Nem Hollywoodban vagy. Hát akkor hol vagyok? Itt vagy, Pesten vagy. Igaza van neki. Itt vagy Pest. Én megmondom most neki. Ez a legnagyobb izé. Hála Istennek. A családod meg romokba hever. Azt most neked hollywoodi mosoly. Nem, hogy azon lenni, hogy azt taposnod, hogy jóba legyetek megint. Zsolti foglalkozzon a családjával, Labajbeja is foglalkozzon a családjával. Nem érdekel. Nem fogok azért szeretni, mert ők azt akarják, hogy szerethessek. Nem. Üdvözlet, doktor úr, tiszteletem. Jó, hogy jött, nem azért kiszédítettek. Menjünk föl, nézzük meg ezt, jó? Jó. Na. És ez nagy beavatkozás lesz, doktor úr, a testvéremnek? Gyere, legyél te a izé, doktor úr, gyere. Szépségem meg kell küzdeni. Ott vagyok ma olyan. Ott vagyok. Már nem mindenkinek a jó hollywoodi mosolyt. De neked lehet, ne akar milyen mosolyot. Na, az igaz, győző. Ha nem tudom, mi lesz. Ha végre egyszer le tudlak pucolni 8 év után, és ezt végigülöd, igen. De ezt már szeptemberben is megbeszéltük, akkor holnap elaltatunk, és akkor megcsinálom neked. De ez csak azon múlik, ha most megcsináljuk ezt a tisztítást. De én bele fogok halni, mi? Nem fogsz belehalni. Több ezer ember 3 havonta megcsinálja, és nem hal bele. Mindenbe belehalj. Te mióta rendelsz? Téged mióta kérdezsz? Ugye, húztam már neki fogat, azt nagyon jó bírta. Jó? És egy órán keresztül húztam, úgyhogy kemény gyerekez. De most kell a hollywoodi mosoly szín. Minek az neked a hollywoodi? Benézi, doktor úr, kell Magyarországon ez a hollywoodi mosoly? Kell. Minek ez neked? Azért Zsolti, mert fiatal vagyok. Én plasztikai sebészhez imádok járni, fogorvoshoz is szeretek járni, de fogorvosnál sokkal nagyobb a fájdalom. Ah! Hát ha nem engedett, hogy kiszívjam. Ah! Szúrjonak meg, doktor úr, szúrjam meg. Jó, megszúrlak. Ez így nem fog menni. Akkor dőj hátra, szúrok. Ez így nem fog menni, félek. Most a tűtől félsz, vagy a fogkőtől? A fogkőtől félek. Akkor gyere, pillanat, mennyi szúrit fogok kapni? 6-ot. De csak az első, ha ugye? Igen, az első 6. Na, gyere. Doktor úr, pillanat, hagyj kommunikáljak magammal. Azt lehet. Nagyon fájni fog? Nem. Előtte nem kenjük be ilyen lazítóval? Jó, bekenem.
A zsibbasztó nem lazító, nem be. Te megoldás kéne megtalálni a zsarnak a foltját, hogy hol van a probléma, és Beával, meg a lányokkal kéne neki foglalkozni. Hát maximálisan. Nem mondom neki. Nem ezt a hollywoodi mosolyt, ha minek? Ha megy erbe, kinek mosolyog ő? Nem mosolyogjon ő senkinek. Ha. Mosolyogjon ő csak Beának. Eddig Beának jó volt, így a fogát. Én nekem a szlovákok azt mondtak, így jó, ehe. Mind megvan. Hát, nekem 37 darab fogam van. 37? Ha. Nem 32? Nekem több, a bölcsesség fogak is kinőttek. Most per pillanat úgy látom, hogy Győzi és Bea között nagyon nagy problémák vannak, és azt látom, hogy nem nagyon lesz kibékülés. Ezt nekünk kell kettőnknek megoldani, ezt a helyzetet. De minél hamarabb. Megoldjuk, Bea, megoldjuk. Csak ez ma nem nagyon tetszik nekem, hogy ma jön neki telefonálat. Nem a vallásról beszélnek. Jó van ma. Nem tudom. Oh, szegény, megvan egy kicsi zuhamba. Meg? Jobb, ha családjával foglalkozna, Bea. Na mi van te gyerek? Ma most örülsz? Ma most jó, hogy itt nyosztatod magad? Ki is húztak fogad? Te mit csináltak? Aztán ez igen, na nézd meg. Szebb vagy, mint tegnap előtt? A külsőségek számomra összhangba kell hozni a belsőséggel, mert hogyha külsőleg ronda vagyok, akkor belül ő is rosszul érzem magam. Szép lett a fogal neki, na most ma. Na gyerünk! Nagyon jó! Beja majd ma az ezért nagyakat dolgozni. Nem Beának csináltatom, ne haragudja a mamit. Ha nem is Beának. Hát akkor kéne csináltatok. Mondom én neked te ezért. Most neked mi között van? Nem, hogy megvartam volna a ring is, azt lőttek volna neki. Arra betetted, most kivehetted. Jó van, gyerünk, mert mennem kell. Beletetted volna a kávés pohárba, altattad volna. Na egész nap azt mondta a doktor, hogy pihenésre van szükségem, meg ápolásra. Na jó, és hazamegyünk, az az első, hogy ezt a maskarát leveszed magadról, elég volt ma. Fogadott csináltatott, szunkáltatott magad, gyerünk be, és főzni nem főzöl ma neki, megmondtam. Semmilyen kaját nem fogsz kapni ma a magról. Viszont látásra. Gyerünk. Viszlát, karabin nyíma, ha van. Fáj, igazi fáj? Hogy ne fájna neki te, Bea. De most ez kellett ez neked? Na mindjárt betakarlak téged a pokrócán. Beatiltesítsük? Szólok neki. Telefonálok, ja. Ne segít akarja magad. Istenik neki. Nem volt elég kiskorodba kilódani veled, még most is nagykorodba is kilódunk veled. Rendesen takarja magad. Rendesen. Ha már hozunk neked ápolónőt. Körülbelül 5 éve a szépségért szenvedek, fogyókúra, plasztikai sebészet, konditerem, fogorvos, hollywoodi mosoly. Most az idén már megcsinálok az orromot is. Persze! Mindennek megvan az ára. Beával beszéltem, kérlek szépen, azt mondta neked az ügyvédnő, hogy te neked asszony tartási díjat kell fizetni. Micsoda, tudom. Aki napszöveget tesz 40 évesen a fejére, az fizessen asszony tartást is. Hát de mi az asszonytartás? Hát kérlek szépen, hogy tudhatod a családot, ugye el kell őket tartani, kakajó kell virágnak, kifli kell, Evelynnek kell, bundas kenyér, hát ez maga attól nem... Én adok a két gyereknek, én minden hónapban küldök tőled haza, de hogy én Beának egy forintot nem adok. Az olyan hészentség, mint hogy most itt fekszek. Hát mikor elkezdtem vele beszélgetni komolyul, hogy Bea mit csinált az ügyvédné, meg elment az ügyvédhöz, én azt hittem, hogy jobban meghatódik. De átszaladt a fülén, egyik fülén be, a másikon ki. No, szedd ma magad össze, mert jönnek a gyerekek, te! Jó van. Szedd magad össze, mindjárt itt vannak, itt jó van. Jönnek a lányok, jönnek fel. Gyere Bea, megyünk ma el. Na, szia! Maradja. Hello, sziasztok! Te jazgassa, ciao! Ügyesen! Ebben én nem jössz? Olyan jó kedved van. Apuhoz jövünk. Hurrá! Miau! Apucihoz jövünk. Na, édes kedves apucihoz jövünk. Egyetlen apucihoz jövünk. Na, üsd be a kódot, az menjetek be. Nem akarok elválni. Én már nem akarok se hercehurcát, se semmit. Én azt akarom, hogy a Győző meg én, ha leszünk 20 év múlva, akkor is nem az, hogy fogjuk egymás kezét vagy valami, hanem az, hogy otthon a házunkban várjuk haza a lányokat. Én nem megyek, menjetek. Oké, hova mész? Vagy valamerre el. Haza valamerre hol? Hát hol? Hát meddig vagytok, az a lényeg. Meddig lesztek? Egy óra, két óra. Na hát akkor én is, majd erre, arra, nem tudom. Erre, arra, amarra. Sziasztok. Sziasztok. Megyek.
Egyszerűen megyek. Hati. Szépen ma. Most már Lisa, nem tudom, hogy puszilgass. És mi az, hogy nem puszilgass? Amúgy lekrás vagy. És mi a bajotok? Semmi. Gyerekeim hiányoznak, szeretem őket, mindent megadok nekik. És remélem, hogy elfogadnak engem így ebben az állapotban. Na mi a helyzet otthon? Meséljetek. Hát van egy ház, abban én lakok, Evelyn anya. El vagyunk hárman, szoktunk róla beszélni. Szoktunk enni, házit írni. Jó érzettük magunkat. Evelyn veled mi a helyzet? Csak. Most mi vagy lehozódva? Nem, most egy traumám esettem. Traumán esett? Tata, mi a baj? Jó, semmi! Hadd mondjam még! Most mi a baj? Hát rontalmadsz már meg. Hát beszélgessi virankat, most engem te vegyél úgy, mintha nem lennék itt. De abszolút megértem, hogy így viselkednek. Hát én is így viselkedtem volna, hogyha apukám elköltözik tőlünk. Hát egyértelmű, hát megértem őket. Hát egy csonka családba élnek. Haragszik rád ebből a nővigyesből. Értem. És én megszerettem mindent, ahogy szoktam. Nem foglalkozok semmivel, csak az iskolával. Minek jöttetek? Minek jöttetek fel? Akkor fölöslegesen jöttetek fel. És még engem is felidegesíteni. Ja, mert hogy elváltok, vagy mi? Igen, elvallom. Na, azért jöttünk fel. Igen? Hát most erre tudok mit mondani. Gratulálok, részvétem. Igen, gratulálsz, részvétem. Ahhoz gratulálsz, hogy elvallom? Legalább lesz egy pónit. Mert miért ez pónit? Hát, mert... Várj, hogy magyarázzam el. Anya azt mondta, hogy te már, ha nem leszel, akkor vesz nekem egy pólit. És úgy fogjuk nevezni, hogy Győzike. Igen, pólit vesz, anya. Anyazok otthon? Nem. Nem hiányzok? Igen. Nem hiányzok otthon? Igen! Mi, neked hiányzok? Igen, hiányoztam. Akkor nem is. De én egy dolgot meg kéne ma érteni, hogy nem én vagyok az első, meg az utolsó, aki elhagyta a családját. Meg kéne értenetek azt, hogy ma nagy lánya, 18 éves nagy lánya, sőt ma 19 ezer egy hónap múlva. 20, de mindegy. Mi az? Annyira hiányozod, hogy még a koromot se tudod. Na, mi ma te 20 éves leszel, Spáin? Nem, vissza. Te 12 leszel. Jó tudod. Ha nem 19 leszel? Van egy ötletem, elmegyünk, veszik nektek szép pizsama, azt itt állsz, hogy kestet csinálom pizsamapartit. Hát szeretem! Menjünk be, mert ma elegem van belőled. A szöveget. Azért a családommal rengeteget foglalkozom, és foglalkoztam, és fogok velük foglalkozni. Az, hogy most a feleségemből kiszerettem, az egy dolog. De a gyerekeim ugyanúgy az én gyerekeim maradnak. És mit szeretne kapni a lányom, elsőszülött lányom ballagásra? Az élet. Mi pafont az élet? Ti most mondd már én ki, mi bajom most ki. De mi van? Anya? Elhagyta a második baby. Mi van? Neki szeretője vagy? Dehogy is, nem csak mit szeretnek, hát én is így tudom. Mert kicsit a fotóit kapszalat? Előleni lányok, azt szeretném nektek mondani, hogy azt vesztek, amit akartok, de mértékkel, jó? Normális. Milyen mértékkel? Anya, na nincs mérték, anya, mert vásárlunk. Gyerekem, most más anya, a rendszer. Anya, na azt veszem meg, Evelyn, amit akarsz. Evelyn, most más a rendszer. És amúgy is, Evelyn, anya. Evelyn, pillanat. Figyelj, pillanat. Először engem hallgass meg, mert én vagyok. Anya, anyának is vásárolni kell. Valami béke, puhít olyan. De nem veszik puhít ajándékot. Evelyn, más a rendszer. Mert apa, veszel neki. Veszel neki, mert nem szeretik, hogy a napszövöged el legyen. Törve veszel neki. Igen. Evelyn ma szerintem kínjába csinálja ezt, hogy mert ismerem az anyjám, most telemagyarázta az agyát neki, hogy pakoljon be ott mindent. Jó, pakoljon be, megveszem. Ó, de nagy dolog. De nagy dolog. Niki, mostanában be volt nálatok? Nem volt nálunk sajnos, nem tudom. Mi van a Beával? Hát most tudod, hogy szakítottunk, most nem tudom, hogy mi van vele, fogalmam. Nem, most mi ennek az oka? Hát mi ennek az oka? Drágám, szerelmes lettem. Igen, Vira? Nem volt abban öltözőben, ott nincs villanykapcsoló. Jövök, drágám. Jön, Niki néni, mindjárt segít. Neked a szerelmes lettem, Niki megbolondultam. Nem, nem, hogy lehet. Nem lehet tíz szerelmes, az új tipőjében. Fájni fog. Vira, már megtudod, hogy te is 40 éves leszel. Egy nagyon évesen divat diktátor leszel. Ez az, jó! Jaj, de aranyos húz lejjem! Jaj, de aranyos! A hajadot tett hátra! Na, ez jó lesz! Ez lesz az egyenpólótok, de aranyos! Na, neked mondod, hogy szerelmes lettél 40-esen, ne almod az agyim, beled divatolok egyenpólóba! Ez olyan ízékjelentés, megalázó, nekem a legmegalázó. De mi megalázó? Hát a több megalázó!
ott ülsz, mint egy, nem tudom mi, az nyomod ezeket a hülye szövegeket. Tudod, miért meg a rázod? Azt hiszem, nincs fülem, hát oda még be lehet hallani. Még akkor csöndben mondja. Megértem. Tiszteletbe tartom, hogy anya csak egy van. Ezt is megértem, de ők is tartsak tiszteletbe azt, hogy kiszerettem be abból. Ezt nekik is meg kell érteni. És mi bajod van? Én megyek haza, nekem nem kell lesz. Hát mit megyek haza? Én megyek haza. Már meg kell ma érteni, hogy nem élek vele. De én megyek haza, mert engem ez nem érdekel. Eveli, felnőtt vagy, mit a butikba beszéljük ma? Mi lenne akkor? Hát te is így nyomatod a észt agyarul. Mi megkérdezte Niki, még kérdeztem Nikit, hogy volt-e behoz. Kérdezte, hogy mi van behoz, mondta meg, hogy szakítottunk. De épp azért hívjuk anyát, te maradjál a csömbbe, menjél oda, azt pakold össze, ami kell, még azt is rakd be, ami kicsi, hagyd fizessen apa, azt menjünk. Mi az, hogy apa? Hát mi neked nem vagyok az apa? Hát te az vagy, csak most azt mondtam. Apa, de hát azért ne haragudjatok ma, azért nem vagyok vele. Gyerekek, mióta nem vagyok ott, hanem mindent rakjatok be akkor. Mindent rakja be, apuka fizet. Most mi bajod van, Eveli? Eveli, mi a gond? Jó, semmi, menjünk ma haza. Jó van, te mindig ideges vagy, te olyan vagy, mint anyám. Neked mindig rossz napod van. Te mindig olyan vagy, te anyámra üttél. Neked nem lehet a sütanap, ha esik az eső, te tiszta marimama vagy. Ha szokja már erre a pokró stílusról. Evelyn nagyon haragtartó típus. Evelyn szerintem, ha megköti magát, van egy fél év, hogy nem szól hozzám. Ismerem el a anyámat. Olyan, mint anyám, ugyanolyan. No, gyerünk. Atya úristen. A laiko átka. Te atya vila, te szent kuti szűzmány. De jó! Ebbe mi a jó? Mondjad már, mi a jó? Abszurd, hogy veled mindig történik. Ebbe mi a jó? Ez a laiko átka. A baltás gyilkos átka. Azt a... A vörös hajátka. Azt a életbe, hát itt nincsen security, aki figyelne. Itt nincs security, ott van mind, aki rágózik, rágna össze az inat. Hát elvitték a kormat, feltörték a kocsit. Azt a életbe. Ezt a Jóisten így akarta, így büntet engem azért, hogy a feleségemmel ezt csináltam. Büntet a Jóisten, azóta büntet. Egyfolytában büntet, de büntessen is meg. A franc vigyel neki a motorja. Nem tetszett látni, hogy ki volt itt. Na, és itt senki nem lát semmit. A mondom, hogy a vakok járnak, ez a vakok intézete? Hát senki nem lát semmit. Képzeld el, elvitték a kormányt a kocsiból. Kiket tökölted? A kormányt. A kormányt? Ha minek vitték el? Ha minek vitték, na minek vitték el a kormányt? Na, minek vitték el a kormányt? Akkor gyere majd, itt vagyok a izébe, én. Tégy lesz lovak, az itt vagyok a martírok útján, gyere ide, én. Na jó, vannak a lányokat nem vitték el, itt röhögnek, mint akiknek ki van a gombújuk, itt röhögnek. Na gyere, hello! Nekem nincs senkim, csak a testvérem. Akar, hogy megverem őt, meg leázlázom, meg elmondom itt minden dagat, meg nekem nincs más. Ha gondom van, csak a testvéremre számíthatok. Birka! Mondja, Zsolti! Figyelj majd el, van egy pontú! Kormányt vegyek-e? Milyen kormányt veszel? Gyere majd ide, kormányt veszel! Hát ez kocsi van, nem ízi lovas kocsi, hogy kormányt veszel, bontóba mi! Hát akkor mivel? Gyere majd ide, ne ligesítsi ma! Ne na, gyere majd ide, jó van, ne ordítsa, akkor oda beszélj no vele, no, beszélj no, itt van. Hát és mit beszéljek vele? Na, mit beszéljek vele, lapsz meg egy tettenet, mert nem süt. Minek hozol kormányt? Hát hogy jössz el a kocsiba? Hát hogy jövök el a kocsiba? Itt hagyjuk. Bezárjuk, azt majd hazaviszel minket, hogy gyere, ne magyarázz a kormányt még, bontóba még. No, cső. Aztán... Zsolt a felmentősereg! Mi van ma meg itt? Mi van? Mi van? Mi a baj? Mi van ma? Mi történt? Mi történt? Menj, nézd meg a... A lányok meg röhögnek, mint a fakutya. Fakutya, oké. Okay. Minek hozta? Minek hozta? Hát az ne ideges... Na, már rakja. Azt minek hozta? Rakja szerelni, ja. Ezt minek hozta? Össze-vissza vagy, ám elvitték a kormon. 21. században, azt nincs kormány a kocsiba, te? A security-k vannak! Tilestek téged, tilestek! Hát első körben gondoltam arra, hogy bosszú van benne, de hogy a szélvédőt nem ütték ki, meg az oldalsó üveget nem verték ki, én arra csak azt tudom gondolni, hogy valakinek a kormánykerék kellett, ami a győzikei. Mert vannak ilyen őrültek, meg kell, hogy mondjam, hogy győzi után mennek. Na csak hát itt a virág, azt a kormány! Ne add oda neki virág! Hát akkor hogy jöttek el? Ne add oda, hát csak rápróbálom! Inkább hívjunk egy szerelőt, aki tud. Na, hát így is el lehet ezt valahogy... De ne!
Hát majd a győzünk! Nem vett észre semmit! Zsolt, félném, nehogy félrobbanjam, a gyere ma! Mit robbanna félrobbanna? Nincs begyújtva! Szálljam ma ki belőle, nem eltettek bele valami granatot, vagy valamit, szálljam ki! De granatot! Szálljam, ki tudja mi lesz ma? Ha ki tudja mi lesz ma? Nem anyad, anyad csinálta! Üljé be, hogy mennyit kell levagni belőle? Csak üljé be! Nem kell, üljé be! Csatold be magad! Csatold be magad! Ne nevessetek ma! Ne nevessetek ma! Üljetek ma be Zsolti karak a kocsijába! Igen, fogjad a kormont! Kiré van mérőszallag? Úgy! Ne arca a győző! Kiré van mérőszallag? Nálam! Ebből kell levagni! Ebből kell levagni 3 centit! Na! Így. Akinek Gasparral kezdődik a neve, egy szöget nem tud felverni, nem tudunk megoldani dolgokat. Se ő, se én, hívunk asztalosztak, embert, kőműves, mink nem. Ne röhögjetek ma! Fényképes lakot úgy, azt mindjárt leszadok a városba. Akkor ez város, nem falu? Na, akkor levallgatok belőle. Meg a lányok, hagyj üljenek be hozzád akkora. Hát, de tele vagyok húsa. Ha mi van nálad hús? Aha, és te hús. Csak van nálad hús. Ha mindenfajta ízik voltam, nézni. Na, addig eztek? Nem mondom, ha? Te így jössz, így jössz Pestre! Egy jó kondas, aki szereti az állatait, annál mindig van friss hús. Menj, vidd be a lányokat hozzám, tedd be a lakásba, majd én is megyek a szerelőnek, megcsinálsz, majd megyek. Jó, ne hagyjak itt húst akkor? Nem, minek ne hagysz itt húst? Mit csinálok a hússal? Menj, vidd be a lányokat hozzám. Na. Valami gyanúkkal valakinek szólja. Jó, van, majd églak. Vidd be a lányokat hozzám. Győző! Mi van? Megneverjenek. Nehogy vernek meg, Mori, az én még azért annyira béna nem vagyok, hogy megvernek.